Üdvözöllek! A képi hatások egyik nagyon látványos változata az, amikor egyetlen képen helyezünk el több képet, hát ilyen mozaikszerűen tulajdonképpen egy képkollást készítve. Ezeket a képkollásokat persze meg lehet csinálni akármilyen grafikus programmal, például a Photoshoppal, vagy bármelyik más egyébbel némi tudás birtokában. Hogyha valakinek ez nem lenne, akkor a videótanfolyamon találhat egy csomóféle grafikával kapcsolatos oktató videót, itt a grafika képszerkesztés kategóriában, itt van a Photoshop például, de itt van a game meg még egyéb programokhoz kapcsolódó oktató videók. Szóval ezt igazából bármilyen grafikus programmal meg lehet csinálni, de úgy viszonylag időigényes lehet, illetve akinek nincs meg a megfelelő ismerete, az nyilván nem tudja megcsinálni. Ennek a problémának az áthidalására itt a bfunky.com-on találhatunk egy ilyen kollás készítőt egyebek mellett, de most ezzel foglalkoznánk. Ehhez flash szükséges, tehát legalább ehhez a weboldalhoz engedélyezni kellene a flash-t. Itt kezdetben adhat ilyen tippeket, de azokat ki lehet kapcsolni. És akkor ez hogyan működik? Hát itt rögtön vannak ilyen mintaképek, de nyilván mi szeretnénk a sajátunkat használni, ezért fel kell tölteni erre a gombra kattintva. Itt ki kell talózni a képeket. Ha szeretnénk mindet kijelölni, akkor az egyikre kattintunk, és a shift lenyomása mellett kattintunk egy másikra. Látható, mindegyik jelölésre került. Persze, ha mindet ki kell jelölni, akkor a Ctrl Alt is alkalmazhatjuk, és akkor megnyitás. Látható, hogy ez egy ilyen 3x3-as négyzetrács fogja elhelyezni. Ugyanakkor nekünk csak 6 darab képünk van, nem pedig 9. Ez így nem lesz jó. Itt van az autofill, ezzel az összes képet áttenni ebbe a rácsba egyébként. Hogyha ezt szeretnénk alkalmazni, nem pedig kézzel áthúzkodni, mert amúgy látható át lehet könnyedén. Balegeret nyomva tartva, majd itt felengedve, illetve ezeket át is lehet rendezni, látható ugyanúgy húzással. De az autofill is használható, csak akkor a felesleges rácsokat célszerű kitörölni. Kattintunk rá, és akkor látható, itt van a cella törlése. Amúgy látható, hogy ilyenkor felosztja a maradékot, de ezek nem kellenek. És akkor autofill. Látható, hogy a rendelkezésre álló 6 darab képpel szépen feltöltötte. Itt a rácsok határoló vonalain a balegér gombot nyomva tartva látható, át tudjuk méretezni, hogy melyik képből mennyi látszódjon. Csak ezzel az a baj, hogy az összes kép fekvő, nem pedig álló. Ezzel lehet segíteni, hogy ide kattintunk, beállítások. És látható, itt van a kép méret egyrészt, illetve ezzel együtt a kép arány is. Ez egy négyzet alakú kép. Ezt vegyük ki, és akkor, hogyha átírjuk a magasságot mondjuk 1000-re, a szélességet pedig 2000-re, hogy ne legyen olyan óriási, akkor látható, hogy megkaptuk a nagyjából eredeti képarányt. Persze ezzel lehet játszani, hogy milyen képméret mellett kapjuk vissza leginkább az eredeti képarányokat. Háttérszintét be lehet állítani. Látható, maradjon a fehér. Van ez a spacing, ezre pedig a képek közti üres terület lehet. Szóval ez egészen nulláig vissza lehet venni, de talán egy pici nem baj, hogyha van így például. De le is lehet őket kerekíteni, mint az látható. Aztán itt van a layout, mert itt pedig különféle előre elkészített elrendezéseket lehet kiválasztani. Látható, milyenek vannak, ez az alapértelmezett egyébként, de ezeket persze mi is kialakíthatjuk, hogyha itt átméretezgetjük. De látható, milyenek vannak, ezeket ki lehet próbálni. Itt van például olyan, ami sok kis kép, meg középen egy nagyobb, vagy hát látható, milyenek vannak. Következő a mintázatok. Ezeket át tudjuk húzni, vagy dupla klikkel, látható, hogy beteszi a képek mögé. Dupla klik, és akkor beteszi a képek mögé. Hát nem tudom, ezeket éppen lehet használni, de nem olyan nagyon szimpatikusak talán. Aztán a következő, ilyen mindenféle grafikák, kattintással egyet kiválasztunk, majd kattintunk valamelyikre. Hát akkor látható, hogy ilyen mindenféle grafikus elemeket lehet ide helyezni. Ezeket így arrébb lehet egyébként tenni, mint az látható. Az ezekben lévő szöveget, mint látható, nem lehet átírni. Ennél fogva amúgy ezt el is lehet forgatni, vagy akár át is lehet méretezni ezeknél fogva. Ezeket, hogyha kijelöljük és a delete gombot megnyomjuk, akkor tudjuk őket törölni. Hát látható, milyenek vannak. Aztán a következő szövegek. Gombra kattintva hozzáadhatunk egy szöveget. Itt meg is jelent már rögtön. Bele kattintunk, akkor tudunk valamilyen szöveget beleírni. Akár több soros is lehet, mint az látható az Enterrel. Mellé kattintunk, akkor megszűnik ennek a szerkesztése. De látható, ezt is át lehet így helyezni.
balegeret nyomva tartva, illetve itt vannak a különféle tulajdonságai. Ezeket tudjuk módosítani, például a méretét, vagy a betűk közti távolságot, vagy a betű típust. Szint is lehet módosítani. Hát ezek ugye eléggé egyértelműek, úgy gondolom. Átlátszóságot is lehet módosítani. Ide kattintunk, akkor növeli, hogyha ide alulra, akkor pedig csökkenti. De hogyha ezt így nyomva tartjuk, a balegeret is fel nem mozgatjuk, akkor is módosítható az átlátszóság. Blend mód, hát ez azt jelenti, hogy az alatta lévő színekkel hogyan kerüljön kölcsönhatásba. Vannak különféle blend módok. Ez tulajdonképpen a grafikus programokból ismert megoldás. Illetve a delete-tel törölhetjük is. Hát igazából ez ilyen módon működik. Itt vannak ilyen előre elkészített szöveg stílusok. Hogyha már nincsen rá szükség, akkor ki kell jelölni, és a delete-tel ez törölhető. Vagy hát itt van a delete gomb is például. És a tulajdonképpen ez így nagyjából ennyi lenne. Ezeket a képeket egyébként így látható át lehet szépen rendezgetni tetszőlegesen. Igényünk szerint. Meg hát itt a többi beállítás tulajdonképpen már megnéztük. Háttérszín, ugye az már volt. Hogyha beállítjuk újra egyébként, akkor látható a mintázat, az eltűnik. Layoutról is volt szó, itt a különféle elrendezéseket be tudjuk állítani. Ahol nem az van, hogy free, azok nem ingyenesek, hanem elő kell fizetni, ha vonta egyébként nem egy nagy összeg, 5 dollár. Tehát aki gyakran használja, annak esetleg megérheti előfizetni. És volt szó a mintázatokról is, meg a grafikákról is. Hát grafikából egyébként van jó sokféle, de itt is vannak, amelyek a fizetős változatban használhatóak. Kattintással ezeket ide át lehet tenni, persze át is lehet helyezni, ahogy azt már láthattad az előbbiek során. Hát igazából ez így ennyi, és ha készen vagyunk, akkor a szévvel ezt el lehet menteni. A számítógépet kiválasztom, megkapjuk a kész képet, JPG vagy PNG. Hát a fotó minőségű képek esetén mindenféleképpen a JPG javasolt, mert a PNG az ugyan jobb minőségű lesz, de látható 4 megabyte, míg a JPG az 400 kilobajt. Persze, hogyha valakinek a méret nem számít, viszont a minőség az annál inkább, akkor a PNG-t kiválaszthatja. Amúgy itt a JPG minőségét lehet változtatni. 100%-on jobb minőségű, de a mérete háromszorosa. Ugye általában a 90 és a 100%-os minőség között csak elhanyagolható a különbség. Hát, hogy szabad szemmel nem is igen látható, ellenben a fájl méretet jelentősen lecsökkenti. Ha ez megvan, akkor save. Ennek adhatunk persze egy nevet is, és akkor mentés, de most nekem jó lesz így. Rendben van, és akkor itt van a kész képünk, megmutatom, hát ez így néz neki. És gyakorlatilag ez így ennyi. Hát nem egy túl bonyolult dolog, illetve nagyon gyorsan tényleg megoldható egy ilyen képösszeállítás, egy ilyen képkollás készítése, amelyet aztán persze szabadon át is tudunk rendezni, meg különféle alakzatok látható, a méretét is lehet így módosítani, illetve hát ilyen módon is ez módosítható, és minden kép tulajdonképpen szépen alakul, ahogy az kell. Ha például ezt innen kitöröljük, akkor látható, hogy így néz ki, de itt is ezt lehet módosítgatni. Itt az Image Managerben pedig hát látható, akár további képeket is hozzá lehetne adni, vagy ki lehet cserélni az itt lévő képeket, hogyha kattintunk rá, Remove Image. Akkor ide ennek a helyére, hogyha feltöltünk egy újabb képet, akkor be tudunk tenni egy másikat. Most ezt a kész kollást beteszem. Szépen ide áthúzom, és akkor látható, hogy itt van még egy kép. Itt a save-re kattintva van ez a Bifunky lehetőség. Ezt el tudnánk menteni, hogyha lenne regisztrált felhasználónk, de most nekem nincsen. Ha regisztrálsz, akkor el tudod menteni, és akkor később eléred a te saját felhasználódból. Mint látható, itt rögtön fel is ajánlotta a bejelentkezést, vagy hát éppen a regisztrációt. De most visszamegyek, és hát tulajdonképpen ez így működik. Itt van egyébként egy visszavonás is, a műveleteinket visszavonhatjuk, vagy akár meg is ismételhetjük. Illetve itt bele lehet közelíteni, vagy éppen el lehet távolodni. Hogyha szeretnénk egyes részleteket jobban látni, akkor azt itt meg tudjuk oldani.